Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: tisztul végre az ingatlan piac? Én viszem az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, illetve meddig tart a mérekülés az ingatlan piacon címmel ingyenes online előadást tartok, tehát az előadás az interneten lesz. Augusztus 12-én 10 órakor kattints most itt alattam, legyél ott az előadáson, és kérdezz bátran. Hozzáteszem, nyilván ez az én véleményem lesz, de azért elég jó pontos előjelzéseket szoktam adni. Meglátjuk, hogy most sikerül-e. Ez a tisztul, tehát én arra gondolok egyébként, hogy itt az ingatlan irodák most elég sokat összevontak, elég sok ingatlan iroda megszűnt, tehát valamilyen szinten ez egy tisztulás, és mondjuk úgy, hogy ahol, akik legelőször kihullanak, azok mindig, most mondhatom azt, hogy a legrosszabbak. Nyilván a legerősebb nagy irodák fúzionáltak, Győrbe is van erre több példa, tehát most nem csak a DH-t, OC-t, ezeket értem alatt, hanem vannak kisebbek is, akik egyébként tényleg fúzionáltak is, tehát nem csak a nagyok. Tehát valamilyen szinten tisztul, nyilván önnek itt kevesebb iroda kell, kevesebb munkatárs, az elvárás nyilván nem kisebb, hanem nagyobb, mert jobban oda kell tenni magadat egy válságos helyzetben, tehát az elvárások egyébként ezeknél az irodáknál megnőltek. Viszont arra tessék figyelni, hogy nézd meg a Nagy Dobás című filmet, hogy ott is van, hogy a végén mindenki hitelt árult. Tehát még a péktől kezdve a szobafestő, tök mindenki hitel közvetítő lett, mert akkor baromira mentek a hitelek. Ugye most nagyon-nagyon sokan nyitottak ingatlan közvetítőt, mert baromira ment az ingatlan, meg a hitelezés természetesen, meg a csok, meg az összes többi. Tehát boldog-boldogtalan, mondhatom nyugodtan azt, hogy végzettség nélkül is igazából megcsinálták, amit meg lehetett, és nyilván ezek az emberek most, ha nem elég rátermettek, akkor ki fognak hullani. Arra viszont tessék odafigyelni, hogy azok a cégek, ahol kérnek letétet, mert te ajánlatot teszel, nagyon sok esetben nehézkesen adják vissza a pénzt, vagy nem adják vissza egyáltalán, nagyon jó szerződésekkel egyébként le tudják védeni magad, és itt ez egy kis árnyoldal, tehát nem csak az, hogy tisztul az ingatlan piac, hanem abban a percben, hogy tőled pénzt kérnek, és te valamire pénzt fizetsz, ez lehet egyébként foglaló, valamilyen letét, hogy te ajánlatot tehetsz egy ingatlanra, ugye a nagyobbak szoktak kérni egyébként ezért letétet, sokkal nehezebben kapod vissza, sőt, ők megragadnak minden olyan alkalmat és lehetőséget, hogy ne adja vissza a pénzedet, úgyhogy nagyon-nagyon tessék odafigyelni, hogy te, amikor pénzt kiadsz és egy nagyobb összeget adsz ki, hogy azt mennyire vagy te bebiztosítva. Ők be tudják magukat biztosítani, adni segítek, de nyilván ez neked is fontos, hogy a te pénzed, most tettél egy ajánlatot, valami nem úgy jött ki a lépés, egyébként normál esetben visszajárna a pénz, és akkor mégsem kapod vissza, vagy nagyon nagy csúszással. Nyilván a másik oldalon is van, amikor a jutalékot nem akarja valaki kifizetni, jó, de most ugye nem erről van szó. De az ingatlan piac ilyen szempontból tud tisztulni, úgyhogy nem is tartom olyan nagy bajnak, hogy ilyenkor van az, amikor egy nehezebb helyzetben, hogy a legjobbak fognak talpon maradni, van jó képzésük, van rendszerbe dolgoznak, nagy tömegű ingatlan tudnak kiajánlani neked, tehát ténylegesen erre felé megy a piac, hogy tisztul, hogy igazából mindig van egy 2-3 nagyobb szereplő, az összes többi meg a morzsákat szedegeti, abba az irányba megy most a piac, ez a válság ezt mindig hozza meg, nem tartom annyira rossz dolognak, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle, viszont amiket elmondtam, igen, tessék odafigyelni, hogy kinek adsz ki pénzt, mire adsz ki pénzt, mert találkoztam ingatlan iroda, hogy mondják, ingatlan közvetítővel is, hogy jó, akkor tegyek le 1 millió forintot, jó, akkor csak feled, de akkor most adjam oda csak úgy neki, tehát, hogy vannak azért mindenfélék, tehát én azt mondom, hogy pénzt nagyon nehezebben adják ki, mint mondjuk egy békeidőben, amikor dőzsi-bőzsi van, most tessék neked is nagyon-nagyon meggondolni, hogy mire és hogyan adsz ki pénzt, és hogy te hogyan kapod azt vissza. Ez az egyik legfontosabb, mert ez a tisztul az ingatlan piac, azért még mindig van elég ember, akinek, meg elég cég, akinek ki kellene hullani, szerintem. De nyilván a cégeket emberek alkotják, és akkor most nem is mondom ezt tovább. Viszont az, hogy meddig tart a mérrepülés az ingatlan piacon címmel, online előadást tartok, ingyenes, augusztus 12-től 10 óra, itt alattam kattints, legyél ott az előadáson, és beszélgessünk. Szia!